Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Mezőtúrváros önkormányzata nevében a Kárpát-medence arcai című ingyenes köztéri vándorkiállítás megnyitóján. Az installáció a Jogar Alapítvány és a Patrióták együttműködésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A plakátok arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs külholmi és bánholmi magyarság, hanem mindannyian ugyanannak az egységes és oszthatatlan nemzetnek vagyunk a tagjai. A megnyitó ünnepségünk elején kérem tekintsék meg a legalább alapfokú művészeti iskola néptáncosainak műsorát. Közreműködnek a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítású nyelvű általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói. Felkészítő pedagógus Baracsi Mozsár Mónika.
Nagyon szépen köszönöm a legalább növendékeinek ezt a műsort. Most pedig elsőként a házigazda Mezőtúrváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Szűcs Dánielt Mezőtúrváros polgármesterét, és felkérem köszöntőjének megtartására. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt elnök úr, alpolgármester asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves felnőttek és gyerekek! Mezőtúrváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai különleges kiállítás megnyitónkon itt a Kossuth Lajos tér közepén. Először is szeretném megköszönni a patriótáknak, hogy gondoltak ránk és elhozták ide ezt a, azt mondom, sokat mondó kiállítást. Az 1920-as trianoni béke diktátumra, hogyha vissza gondolunk, mert vissza kell, hogy gondoljunk a mai napon erre. Én azt gondolom, hogy különösen jelentős és fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a trianoni megemlékezés, a nemzeti összetartozás napján kell, hogy gondoljunk azokra az elcsatolt területekre, amelyeket sajnos a trianoni förtelmes békediktátum alkalmából elcsatoltak Magyarországtól. Nekünk, hál' Istennek, Mezőtúrnak is több testvértelepülésünk van, többek között fent a Felvidéken, a Vajdaságban, valamint Erdélyben is, akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak abban az időszakban és azokban az órákban tartsuk velük a kapcsolatot, és gondoljunk egymásra, amikor fizikálisan is együtt lehetünk, hanem az év sok más napján. Így azt gondolom, hogy a mai nap is egy különleges alkalom, és itt Mezőtúron meg kell, hogy említsük testvértelepüléseinket, hogy ma is gondolunk rájuk, és attól függetlenül, hogy 1920-ban valakik döntöttek arról, hogy a Nagy Magyarország határát hogyan rajzolták át a térképen, ettől függetlenül mi mind a mai napig azt gondoljuk, és ezen kell, hogy dolgozzunk, hogy ők az elcsatolt területen a magyar testvéreink továbbra is hozzánk tartoznak, mi összetartozunk. Ezért meg kell tennünk mindent, ahogyan tettek őseink az elmúlt sok-sok évben, teszünk mi a jelenben, és tennünk kell ezért a jövőben is. Én azt látom és tapasztalom, hogy a patrióták ezért rengeteget tesznek, ezért még egyszer külön szeretném megköszönni azt, hogy eljöhetett hozzánk ez a kiállítás, ami azt gondolom, hogyha valaki végig sétál, akkor sokat mondóak. Azok a személyek, akik kiállításra kerültek az ország és az elcsatolt területek számos pontjáról, egy-egy ember, akik, ha jól tudom, véletlenszerűen lettek kiválasztva, ez is azt mutatja, hogy ezeknek az embereknek a véleménye, és az, hogy a Magyarország, hogy a magyar nemzethez tartoznak, erre különösen kell figyelnünk. Nekünk pedig mezőtúriaknak különösen kell arra figyelnünk, hogy a testvértelepüléseinkkel, és azokkal is, akik nem közvetlen hozzánk tartoznak, figyeljük és ápoljuk a kapcsolatainkat. Mert attól függetlenül, még egyszer mondom, hogy valakik trianonkor sajnos sokak tollukat és aláírásukat adták amellé, hogy megrajzolták azt a bizonyos térképet. Ettől függetlenül a magyar nemzetnek foglalkozni kell az elcsatolt területen élőkkel. Mi mezőtúriak is egyébként rendszeresen teszünk ezért, amikor például sajnos kitört a tavalyi évben az orosz-ukrán-ukrán-orosz háború, akkor a Kárpátalján élő magyarokra mi is gondoltunk, és egy gyűjtést szerveztünk annak érdekében, hogy őket megsegítsük. A jövőben is Mezőtúrváros önkormányzata nevében azt tudom elmondani, hogy bármely elcsatolt területen szükség van a segítségünkre, akkor igyekszünk minden segítséget megadni a magyar testvéreknek. Tisztelt hölgyeim és uraim, még egyszer szeretném megköszönni a patriótáknak, külön elnök úrnak, hogy ide jöhetett Mezőtúrra. Ez a kiállítás, köszönjük a lehetőséget, köszönjük szépen a műsort adó gyerekeknek, köszönjük a jelenlévő pedagógusoknak és a gyerekeknek, hogy eljöttek a kiállítás megnyitóra. Én arra kérem, hogy vigye hírét mindenki. Ennek a kiállításnak most itt a héten lehetőség van ezt megtekinteni. Az időjárás is azt gondolom, hogy rendkívül gyönyörű és adott ahhoz, hogy bárki megtekintse a következő napokban. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen Szűcs Dániel polgármester úr szavait. Köszöntöm körünkben Herceg Zsoltot, országgyűlési képviselőt, és felkérem, hogy ossza meg velünk a mai eseménnyel kapcsolatos gondolatait. Tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt, elsősorban elnök urat, iskolás gyerekeket, pedagógusokat, és nagyon
örömteli a számomra, hogy a mai napon a kiállítás ide került Mezőtúrra, és itt néhány napon keresztül láthatóvá válik. Tisztelt fiatalok, tisztelt hölgyeim és uraim, én a magam részéről nagyon fontosnak tartom egyrészt azt, amit polgármester úr elmondott, hogy mi mindannyian tehetünk valamit a határon, a határainkon túl élő magyar testvéreinkért. És ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy ugye nem csak 1920 volt, ez volt a legjelentősebb tragédiája a magyar nemzetnek, ami a határainkon túlra került magyarokat illeti, de voltak még azért olyan egyéb viharok is a történelmünkben, amelyek során magyar testvéreink úgy döntöttek, hogy elhagyják a hazát különböző okok miatt. Ami fontos tehát, hogy mi magyarok tartsunk össze, és Magyarországon most egy olyan kormány van, amelyet nemzetinek, polgárinak szoktunk nevezni, amely 2010 után az alaptörvény módosításában már beemelte azt a nagyon-nagyon fontos momentumot, hogy bizony minden magyar felelős minden magyarért. És ezért nekünk magyaroknak, mindannyiunknak tenni kell. Tisztelt fiatalok, nektek most itt elsősorban a következő években ezen a téren, meg egyébként is az lesz a fő feladatotok, hogy az országunk történelmét megismerjétek, és hogyha ez sikerül, tehát jól ismeritek a hazátok történelmét, akkor be fogjátok látni, hogy miért fontos az, amiről mi itt most a mai napon beszélünk. A magyar kormány vég nélkül lehetne sorolni, hogy mennyi mindent tesz a határainkon túlélő magyarokért, és teszi ezt azért, mert azok az emberek, akik a testvéreink, ugyanakkor más országban élnek, de ugyanúgy magyarok, mint mi vagyunk, sőt, szoktuk mondani, hogy talán még magyarabbak, mint mi vagyunk, mert majd ezt is látni fogjátok, ma még ezt nem értitek, nekik ott a határainkon túl, kinek jobban, kinek kevésbé, de meg kell küzdeniük azért, hogy a magyarságukat megtartsák, a hagyományaikat megőrizzék, a felnövekvő nemzedék számára azt továbbadják. Mi ugyanezt tesszük itt az anyaországban, Magyarországon, az a célunk, hogy ti megismerjétek a történelmünket, a hagyományainkat, az értékeinket, és ezt majd ti is, hogyha felnőttök, a gyermekeiteknek, unokáitoknak adják tovább. A magyar kormány elsődleges célja az, hogy biztosítsa azt a lehetőséget a határainkon élők számára, elsősorban itt a Kárpát-medencében, hogy megmaradhassanak szülőföldjükön. Tehát a szülőföldjükön képzeljék el a jövőjüket. Természetesen aki ott szeretné, aki azt szeretné, hogy ide költözik hozzánk Magyarországra, azt természetesen szeretettel látjuk. De aki a szülőföldjén szeretne élni, itt is számos szép példát látunk rá, hogy aki Mezőtúron születik, az itt is öregszik meg. Én is ezt tervezem, itt születtem, és itt is szeretném befejezni a földi pályafutásomat. Annak nyilvánvalóan a lényeg az, hogy meg tudja élni azt, hogy magyar, és lehetőleg minél jobb körülmények között tudja élni az életét. Ezért építünk iskolákat, óvodákat, újítunk föl, ezért újítunk föl, építünk templomokat, hogy a magyarság a szülőföldjén meg tudjon maradni. Tehát ezt tartom a magam részéről a legfontosabbnak, és természetesen azt is, hogy ahogyan kezdtem is, hogy mindenki a saját maga szintjén, tehát a magánszemélyektől kezdve az önkormányzatokon át, bezárólag a kormánnyal, mindenkinek meg kell tennie azt, amit csak tud, annak érdekében, hogy a magyar testvéreinkkel a kapcsolat ne szakadjon meg, ez a kapcsolat szoros legyen, örök legyen, és hogyha kell, mint ahogyan most éppen a szomszédságunkban, ugye Ukrajnában zajlik a véres háború, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, természetesen nem csak a magyar testvéreinkért, hanem az ukrán nemzetiség és az egyéb nemzetiségű bajba került polgárokért, hogy tudjunk segíteni. Ezt tartom a legfontosabbnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is a szervezőknek, mindenkinek azt, hogy a mai kiállítás létrejött, köszönöm polgármester úrnak, hogy az önkormányzat befogadta, abban bízom, hogy további sok szép ilyen eseményre fog sor kerülni, nagyon fontosnak tartom, és ezzel zárom a gondolatot, hogy a felnövekvő generáció számára a történelmünk és a
küldetés tudat az világos legyen, hogy mi is egy magyar anyaországban élő polgár feladata a külhoni magyarsággal kapcsolatosan. Mindannyiuknak szép napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm képviselő úr szavait. A továbbiakban tisztelettel köszöntöm Hetman Robertet, a Magyar Patrióták Közösségének elnökét, és felkérem arra, hogy mutassa be a tárlatot, valamint hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, kedves megjelentek, kedves mezőtúria, kedves fiatalok! Az első szó az természetesen a köszöneté. Hálásan köszönjük Mezőtúrváros önkormányzatának, hogy ilyen szeretettel fogadták a Minden Magyar Számít kiállítást, és önöknek, hogy eljöttek ide ezen a gyönyörű tavaszi délelőttön, amikor együtt várjuk azt, hogy végre újra továbban világos, és végre egy kicsit jobb az idő, és újra élet költözik a természetbe, akkor itt lehetünk, és egy ilyen kiállításnak, az elindításának lehetünk a tanúi. Erről a kiállításról azt kell tudni, hogy 3 évvel ezelőtt keletkezett. Akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy valahogy el kellene mondani azt, amit olyan kevesen, vagy olyan sokan nem értenek, hogy a Kárpát-medencében mindegy, hogy melyik országban élünk, hogy Magyarországon, vagy egy elszakított területen, mi ugyanannak a magyarságnak vagyunk a tagjai. És mindegy, hogy valaki mezőtúri, vagy erdélyi, vagy esetleg Dunaszerdahelyen nőtt fel, és ott lakik, ez egy egységes, oszthatatlan nemzet, amit az alaptörvény is kifejez, de jó lenne, hogyha ez a szívekben is így lenne, és a fejekben is rendet tennénk. Mert az, amiről beszélünk, ez sajnos legtöbbek számára kimaradt tananyag. Az elmúlt évtizedekben nem nagyon lehetett a magyar történelemről őszintén beszélni, természetesen a legutóbbi korszakokat leszámítva, és most is azt tapasztaljuk, hogy még nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie, és tulajdonképpen időseknek, fiataloknak egyszerre kell megtanulnunk, hogy mi a mi valódi történetünk. És akkor tudjuk megérteni, hogy valóban a határok nem számítanak, mert a nemzethatár és az államhatár nem ugyanazt jelenti. Hogyha elfogadjuk azt, és megértjük, hogy ezek az emberek épp olyan tagjai a magyarságnak, mint az itt élők, magyarul nem is beszélhetünk külhoni magyarságról, belhoni magyarságról, mert egyetlen egységes magyar nemzet létezik. És ezért gondoltuk azt, hogy ennek a legjobb módja, hogyha nem hírességeket, nem tudósokat, nem média személyiségeket, nem művészeket választunk ki ezekre a plakátokra, hanem olyan embereket, amilyenek mi is vagyunk. Mert ezeken a képeken ott van a brassói autószerelő, ott van a magyarkanizsai fodrász, varrónő, ott van a szoftverfejlesztő Pozsonyból, és ott van az üzletvezető Budapestről. Ezzel fejezzük ki azt, hogy tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, ugyanúgy magyarok, ugyanazt a kultúrát viszik tovább, ugyanaz a mi közös történetünk, és éppen ez mutatja azt, hogy a nemzeti összetartozás nem arról szól, hogy éppen térben és időben egy helyen tartózkodó embereket összeköt valami, mert az éppen térben és időben egyszerre egy helyen tartózkodó embereket semmi nem köti össze egymással. Minket egy lelki kapocs köt össze, és lehet, hogy más gondolunk a világról, más az egyedi életünk, más a munkánk, a hivatásunk, de mégis van valami, ami minket egy nagy családdá tesz, és ez egy hatalmas érték. Ezt nem szabad elveszíteni, nem szabad hagyni, hogy mások lerombolják és elvegyék tőlünk. A Minden Magyar Számít kiállítás most már a második állomásán van, amióta újra elindult, és éppen ezért a Nemzeti Kulturális Alapnak is köszönetet kell ma mondanunk, ugyanis az NKA támogatása nélkül ez a kiállítás most egy raktárban porosodna, így viszont el tud jutni minél többekhez. Amit mi kérni szeretnénk, kedves mezőtúriak, az üzenet világos. Éljünk a Kárpát-medencében bárhol,
határokon innen vagy túl, ugyanannak a nemzetnek vagyunk a tagjai, és ez nagyon fontos. Ezt az üzenetet juttassuk el minél többekhez, vigyük hírét ennek a kiállításnak, jöjjenek el ide minél többen, álljanak meg, nézzék meg, vagy csak sétáljanak egyet itt a gyönyörű főtéren, és gondolkodjanak ezen az üzeneten el, és soha ne felejtsék azt, hogy bármi is történt velünk a 20. században, a nemzet akkor is egy, és ezt a köteléket, ezt a lelki köteléket nem tépheti szét senki. Sem diktátum, sem diktatúra, ez mindig is élt és köztünk volt. Egyetlen egy dolog, egyetlen egy veszély leselkedik rá, ha mi elengedjük, elfelejtjük, és nem visszük ennek az örökségét. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy az önkormányzatok itt az anyaországban, éppen úgy, ahogy ezt Mezőtúr is teszi, élénk kapcsolatot alakítsanak ki a külhoni magyar településekkel, jöjjenek létre testvértelepülési kapcsolatok, mert ezek a közösségek, ezek az összetartó hétköznapi barátságok jelentik a nemzeti összetartozás szövetének egy-egy szálát. Ezennel a kiállítást megnyitjuk, és azt kérem, hogy vigyék hírét, jöjjenek el minél többen, és az üzenetet ne feledjék. Köszönjük még egyszer! Megköszönöm elnök úr gondolatait és megnyitását. Megnyitónk végén kérem fogadják szeretettel a Tóri Zsiványok Citera zenekart. Felkészítő pedagógus Kozmaréka Anna.
Nagyon szépen köszönöm a túri zsiványoknak, hogy eljöttek ide hozzánk a mai napon. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Köszönöm, hogy megtisztelték a mai kiállítás megnyitónkat. A tárlat március 26-ig látható itt Mezőtúron a főtéren. Kérem, tekintsétek meg a tárlatot, vigyétek hírét a kiállításnak, hogy minél többen láthassák az elkövetkezendő egy hétben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Viszontlátásra! A mai napon itt Mezőtúr központjában a Kárpát-medence arcai című ingyenes köztéri kiállítás került megnyitásra. Mit tudhatunk erről a kiállításról? A Patrióták közösségének köszönhetően és a Jogar Alapítvány támogatásával, valamint az NK támogatásával létrejöttett egy olyan gyakorlatilag vándorkiállítás, amely a nemzeti összetartozást hivatott gyakorlatilag megmutatni az embereknek és erősíteni azt az emberekben. Ez utóbbiba kapaszkodnék bele, hogyha röviden kellene erre válaszolni. Mindenképpen azt gondolom, hogy rendkívül fontos azt kihangsúlyozni, és nem csak a nemzeti összetartozás napján, ugye június 4-e alkalmából, hanem az év több más napján is, hogy gyakorlatilag, amikor a trianoni sajnálatos békediktátummal Magyarországról ugye rengeteg területet és rengeteg ember, rengeteg családot elcsatoltak és szétszakítottak, fontos az, hogy mind a mai napig gondolkodjunk el azon, és tegyünk azért, hogy attól függetlenül, hogy valakik trianonkor ezt a békediktátumot aláírták, ettől függetlenül a nemzeti összetartozás a magyar nemzetnek a jelene és jövőjével kapcsolatban még mindig rendkívül sok teendőnk van. Tennünk kell azért, hogy az elcsatolt területeken élő magyarok továbbra is a magyar nemzethez tartozzanak, oda tartoznak most is, azonban azért, hogy ez a későbbiekben is így legyen, ezért folyamatosan tennünk kell. Kimondva ez egyszerűnek tűnik, azonban, hogyha látjuk az elcsatolt területeken lévő mindennapokat, hogy a magyarságnak micsoda küzdelmet kell azért mindennapokban átélnie, hogy fennmaradjanak és élhessenek a magyar nyelv használatával vagy bizonyos jogokkal, azért óriási küzdelmek zajlanak. Lehetne itt egymás után sorolni, mert pontosan tudják szerintem a mezőtúriak is, hogy miről beszélek itt a Kárpátalja tekintetében, vagy éppen említhetném Erdélyt is, miket kell átélni a kinti magyaroknak. Nekünk közösen kell tenni azért, hogy őket védjük és segítsük egymást. Mezőtúri testvértelepülések tekintetében is nem véletlen jött az a döntés a korábbiakban, hogy van erdélyi testvértelepülésünk, van vajdasági, és ugye pár éve, hál' Istennek, most már felvidéki testvértelepülésünk is. A velük való kapcsolattartás is nagyon fontos, hogy idézőjelben ne csak a nyári időszakra datálódjon, amikor egymáshoz hívjuk egymást és ápoljuk ezeket a testvértelepülési kapcsolatokat, hanem örülök annak, hogy olyan barátságok és családi kötődések is kialakultak az elmúlt években, amelyekkel kapcsolatban el kell, hogy mondjuk, hogy szinte majdnem, hogy napi kapcsolat alakult ki bizonyos mezőtúri baráti társaságok, családi közösségek és a határon túlon élőkér között. Az pedig, hogy ez a vándorkiállítás itt megvalósulhatott Mezőtúron, annak pedig az a rendkívül fontos jelentősége, hogy manapság nyilván az iskolában tanulják a gyerekek a Trianont, tanulják azt, hogy miről szólt az első és a második világháború, tanulják azt, hogy a jelenkorban mit kell tudni az elcsatolt területekről. Azonban ez a vándorkiállítás, azt gondolom, hogy ha valaki most körbesétál a főtéren, annyira szembeötlő, hogy egy-egy arc mit üzen, mit üzennek azok a szemek, amelyek ránk néznek a plakátokon vagy molinókon keresztül, és az pedig szerintem különösen jó ötlet volt, hogy nem ismert emberek kerültek felkérésre, hogy ezeken a plakátokon, illetve a molinókon szerepeljenek, a kis térképek pedig segítenek abban, hogy elhelyezni az adott illető szemét, hogy hol él, és annak ellenére, hogy elvileg a mostani magyar államhatáron kívül élő emberekről van szó, ők ugyanúgy magyar emberek. Fontos az, hogy ezeket az információkat, ezt az együttérzést és a magyar összetartozást mind a gyerekek, mind a felnőttek magukévá tudják, és úgy éljünk a mindennapokban, hogy ezt helyezzük magunk elé, és tegyünk azért közösen, hogy ez a későbbiekben is így maradjon. Én személy szerint rendkívül ajánlom mindenkinek ezt a kiállítást. Különösen teszem ezt azért is, mert aki önmagában a kiállításért mondjuk nem jönne ide a főtérre, ellenben a gyönyörű tavaszi időben, hogyha sétálunk egyet, akkor én mindenképpen javaslom, hogy ejtsük útba a Kossuth Lajos teret. A Patrióták műhelyében találtuk ki azt, sokat törtük a fejünket, hogy hogy lehetne ezt a sok évtizednyi kimaradt tananyagot bepótolni, úgyhogy minden ember értse, az is, aki nem tanulta a történelmet,
hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencében, mindegy, hogy melyik országban élünk, ugyanannak a nemzetnek vagyunk az elidegeníthetetlen tagjai, és mindegy, hogy valaki Erdélyben született, vagy éppen Mezőtúron, vagy Budapesten, ugyanúgy magyarnak számít, nincsen különbségtétel, nincs első osztályú, meg másodosztályú magyarság, és arra gondoltunk, hogy ezt úgy lehetne a legértelmesebben bemutatni, megértetni, elmagyarázni, hogyha olyan embereket választunk ki egy tablókiállításra, akik nem tudósok, művészek, média személyiségek, hírességek, mert azok nem mi vagyunk átlag emberek, ugye, az teljesen más világ, hanem olyan embereket választunk ki, akik egyek közülünk. És így került a plakátokra a magyar kanizsai varrónő, a brassói autószerelő, és természetesen a budapesti üzletvezető, a székesfehérvári orvosi asszisztens és a pozsonyi programozó, mert tulajdonképpen ezek vagyunk mi, és így áll össze a magyarság, és azt kell megértenünk, hogy akiket a határ túloldalára vetett a sors, és a 20. század igazságtalan történelmi eseményei, azok ugyanúgy olyan emberek, ugyanolyan magyarok, mint azok, akiknek az volt a szerencséjük, hogy őket a határ nem szakított el. És nagyon fontos tudnunk, hogy Trianon nem pusztán történelem, hanem Trianon a jelen is, hiszen ez a keretrendszer határozza meg mai napig az életkörülményeinket, a létezésünk, Magyarország létezésének alapját. Ezek a határok itt vannak, léteznek, és ebben a pillanatban is minden ötödik magyar az elszakított területeken él, és ötből csak négy magyar él a mai Magyarország területén. És minden ötödik magyar, akiknek nem adatott meg az a szerencse, hogy olyan országban éljenek, ahol szabadon használhatják anyanyelvüket, szokásaikat, ahol valóban megbecsülik őket, minden ötödik magyar másodrangú állampolgárként kénytelen élni egy olyan területen, ami valójában az ő szülőföldje. És az ő mindennapos küzdelmük, helytállásuk, történelmi távlatokban is példaértékű megmaradásuk előtt is tisztelgünk azzal, hogy elhoztuk ide ezeket az arcokat, és együtt szerepeltetjük őket az anyaországiakkal, mert ez szimbolizálja igazán a nemzet összetartozását. Említette ugye, hogy átlag embereket kerestek ehhez a kiállításhoz, mennyire volt nehéz összegyűjteni az embereket? Azt gondoltuk, hogy ez lesz a legkönnyebb feladat, és ez volt a legnehezebb, de nem akármilyen okból. Ugyanis amikor ez a munka elérkezett, ennek az ideje, akkor volt a koronavírus járvány miatti teljes lezárás, és gyakorlatilag nem csak hogy a határokon nem lehetett átkelni, hanem kijárási tilalom volt, nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országok többségében is. Szinte bravúros volt, és szinte egy csoda volt, hogy mégis meg tudtuk oldani, és ezt a nemzeti összetartozás ereje oldotta meg ezt a problémát, mert egyszerre mozdultak az emberek mindenfele, az ismerősök, a barátok, az ismerőseink ismerősei, hogy összehozzuk ezt, és tulajdonképpen az eredeti tervek ellentétben nem egy fotóstáb készítette el a képeket, hanem nagyon-nagyon sok fotós vagy akár műkedvelő fényképész készített képeket, és küldött be portrékat, mert az emberek szívéhez eljutott ez az üzenet, és megmozdultak nagyon sokan, hogy a lezárások és a határok átjárhatatlansága idején is meg tudjon valósulni egy ilyen kiállítás. És akkor értettük meg, amit azóta még jobban megbizonyosodtunk itt az ukrajnai háború hatására, hogy tulajdonképpen mi csak egymásra számíthatunk. És ennek a kiállításnak ez is az üzenete. Hogyha viszont csak egymásra számíthatunk, akkor minden magyar számít. Hol lesz még megtalálható a jövőben ez a kiállítás? A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően a Jogar Alapítvány és a Patrióták együttműködésében indult most egy vándorútra a Minden Magyar Számít kiállítás, ami Üllőről érkezett egyenesen Mezőtúrra, és a következő hetet azt már a Mátra lábainál Pászton fogja tölteni, ahonnan pedig a Jászságba, Jászdózsára utazik, és a húsvéti hosszú hétvégével ér véget ez az utazás, ami reméljük, hogy egy újabb utazással fog majd valamikor folytatódni.